Sziasztok, ez itt a holnaptali vlog, minden vasárnaponként, illetve vasárnap fogunk jelentkezni nektek. Én Olivier vagyok, és épp fogok körbe kalauzolni a forgatások körül, különböző olyan témákkal fogunk foglalkozni, amelyek a holnaptali sorozatot érintik. Őket fogom kérdezgetni, de most hova megyünk? Kisvárdára. Közönség találkozóra. Ő éppen egy bogarat fotóz. Hát nézzétek már meg, milyen szép. Illetve ha nem láttátok volna még eddig, akkor ne felejtsétek el megnézni a szombatonként kijövő holnaptali newsletert, ahol különböző érdekességekkel, hírekkel foglalkozunk a szereplőkkel. Elsorodnának a mozi. Az egy, azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon hülyeség és nem érdemes. Én szerintem is hülyeség azért, mert se beszélgetni nem lehet, se nem tudsz normálisan koncentrálni a filmre sem, mert folyamatosan azzal vagy elfoglalva. Hogy valaki így áll, ezért megfolyja a kis ujjal a kezedet, vagy? Hát de az meg még az elsorodni olyan? Nem tudom. Igen, nagyon kényelmetlen. Fúl vagy, ami a kellemetlen? Próbálja így, tudod, így hozzád érni, meg így nagyon. Van a tipikus, Igen, ezt is csak te csinálnád szerintem, nem vagy? Ja, hogy te kettő ember elmész. Hát igen. Én nem ajánlom. Én a mozit úgy szerintem már összeszoktunk a párommal is, a szerelemben tudjuk együtt nézni a filmet. Értem. Sokadik randin. Értem. Nem, hát ez munka. Igen, ez olyan, mint amikor a pék kenyeret süt. Én színészként csókot adok. Mert ugye a péknél is megcsalásnak számít, hogyha éppen kenyeret süt, az teljesen releváns téma. Értem. Szerintem addig, amíg a színpadon marad, vagy csak a filmvásznon belül, és kint a való életben nem csinál semmit, addig nem megcsalás. Egyet kell, hogy értsek bármit. Sőt, van olyan, amikor olyannal kell csókolozod, akit egyáltalán nem akarsz megcsókolni, és tök kellemetlen, és nagyon szar. Igen, nagyon sokszor álmodom azt, hogy repülök, vagy hogy leugrom valahonnan. Van, amikor sikerül repülni, valamikor zuhanok, de általában mindig ez a lényeg, hogy repülni akarok, és néha nem megy, néha meg sikerül, és akkor nagyon boldog vagyok tőle, hogy összejött. Hogyha valaki ezt álmodja, hogy leugrik valahonnan, akkor az azt jelenti, hogy tovább akar lépni valamiből, amiben beleragadt, és nem sikerül megszabadulni ettől a dologtól. Jövőtem látható a főpróba, bár nagyjából improvizációból fog állni az előadás, de azért kicsit rá kell próbálni. Jennyt is elkaptam, most gyorsan a fellépés előtt. Az ő témája pedig az lesz, hogy hashtag titkos hódoló volt-e ilyen, akiről nem tudtál, és akár zaklatott is, vagy ilyen. Hát zaklatásig volt olyan, aki amúgy hónapokig küldött nekem üzeneket, magáról képeket, hogy hol van, mit csinál. Mert hogy ezt téged ugye érdekelt, hogy hol van. Igen. És ez hónapokig volt tényleg, és egyszerűen nem lehet elérni. De írtam neki, hogy figyelj, nem igazán vagyok érdekelt a dologban, és mégis. Többször leírtam neki, hogy figyelj, nem szeretnék tőled semmit. Sőt, már akkor nem is volt barátom, van barátom, kérlek szépen, haj vízi, őt nem érdekli. De lassan még a közönség találkozónak fotó, autogram, közös kép, minden túl vannak már a srácok, úgyhogy jövő héten vasárnap pedig ismét találkozunk holnaptali vloggal. Ciao. Hogy egy összetört szívet megragasz.